És tartani indult a verseny, nagyon jó startot vett Rayman és Tűzfészek. Tűzfészek benne a falon kívül pedig Rayman. Nagyon taktikusak a fiatal lovasok, mert nagyon fogott a tempó. Sőt, nagyon-nagyon fogott a tempó, hát szinte egy Csikó Kentrét mennek itt a verseny első felében. És hát a gyengén kezdő lovak is ott vannak a vezető lovak mögött. Erősen pullozik az egész mezőny. Hát talán majd csak a kanyar második felében fognak fölgyorsulni. Egészen kívül La Manche és Kovács Fanni, az első versenyét megnyerő Tornai Janka, egyébként Kozima nyergében galoppozik, és Tűzfészek pedig nagyon lassan, de ott van a front élén. Kozima mögött a második pozícióban, Rayman pedig a harmadik, szépen lassan, talán most már azért elengedik a lovak fejét, és akkor látok majd egy jó 1400 méteres verseny. Most azért már gyorsul az iram, de ez még mindig csak olyan erősen, közepesen fogott. Csokító Estés a mezőny végén galoppozik fejfejt Metatronnal, tehát Kovács Sándor lovai egyelőre a mezőny második felében, de hát nincsenek kiszakadva, sőt, továbbra is remekül együtt. Lassan azonban elérik az 1100-as táblát, hiszen az ügető átjárót elhagyták a telivérek, és még mindig Tűzfészek és Török Anna az, aki diktálja tempót. Elég kívül galoppozik La Manche Kovács Fannival, a kanyarban lehetnek majd gondjai. Tűzfészek is az ő hátán, Kozima. Tűzfészek, Kozima kettőse, nagyon szorosan hozzájuk. Rayman színei tűnnek föl a kis mezőn továbbra is remekül együtt, amikor 800 méter van még hátra a versenyből. Most már abszolút versenytempóban vannak a telivérek. Tűzfészek vezetésével, Tűzfészek az élen. Tavaly nem tudott verseny nyerni, remek a beállítás ebben a futamban is, akár startcélban megoldhatja a versenyt. Továbbra is nagyon jól együtt az egész mezőn. Tűzfészek Török Annával diktálja a tempót. Tűzfészek vezet mögötte, Kozima kívül fordul nagyon La Manche, Rayman, erősen kell már őket lovagolni. Tűzfészek a 300-as táblához érve tudja növelni az előnyét. Tűzfészek egyértelműen elő van, Tűzfészek 2-3 hosszal vezet, közelítenek a telivérek a távozlaphoz. Tűzfészek startcélban nyerheti a versenyt, mert Tűzfészek tud távolodni a többiektől. Tűzfészek még mindig az első pozícióban, Kozima mögötte a második, a harmadik helyet lett majd nagy küzdelem. Tűzfészek Török Annával megnyeri a versenyt, Tűzfészek végigvezetve fog győzni. Tűzfészek tartja ezt a 2-3-os előnyét, Tűzfészek a nyerő, Kozima mögött a második, Rayman és Metatron pedig csatázott a dobogó harmadik fokáért.